A parlamenti frakciók javaslata alapján a házelnök által kinevezett 7 tagú szakmai testület feladata, Vajdaság statútuma munkaváltozatának kidolgozása, valamint az alapokmánynak a szerbiai alkotmánnyal történő összehangolása lesz. A testület elnöke Slobodan Orlovics, helyettese pedig Svetozár Csiplić. Naravno da će ono što nije osporeno biti jedna vodilja u radu radne grupe, a ostalo ćemo usklađivati, jer znate, ne može se pisati statut tako što ćete nešto cecati, a onda to lepiti na ono što je ostalo. Tako da će jedna sloboda koju je dobila radna grupa u izradi nacrta teksta statuta podrazumevati da se ima u vidu odluka Ustavnog suda kao jedna vodilja, a ostalo je na radnoj grupi. A statútum módosítását végző jogászcsoport szakmai testületnek számít, amely nem politikai és párt szempontok alapján dolgozik. Várható, hogy a szakmai bizottsága a statútum módosításának tervezetét március derekáig elkészíti. Világos a feladat, elegendő a rendelkezésre álló idő, kellő kapacitásokkal rendelkezik, szakmai kapacitásokkal az a szakértői bizottság, amelyik létrejött ahhoz, hogy ezt a feladatot teljesíteni lehessen. És a mai nap alapján én azt látom, hogy van egy, ebben a pillanatban legalábbis van egy kitapintható, egységes politikai szándék abban a tekintetben, hogy ezt a feladatot teljesíteni kell. Vajdaság statútumát a tartományi képviselőháznak június 6-áig kell elfogadnia, ahhoz pedig, hogy jogerőre emelkedjen, a szerbiai parlamentnek is jóvá kell hagynia.